elvileg látjátok ti is. Szóval ez, amit itt most láttok, ez az Alphabetnek, ami ugye Google-nak a tulajdonos cége, a részvényeinek az ára. És azt lehet látni, most ez tudom, egy kicsit ilyen száraz gazdasági adat, de hogy azt lehet látni, hogy 2004 óta, mióta elkezdtek tőzsdire menni, azóta csak nőtt. Illetve hát itt volt egy kis visszaesés 22-ben, de azóta megint hatalmas növegeti, növekedésnek indult, tehát hogy gyakorlatilag magasságban van az alfabetnek az értéke, az alfabet részvényeknek az értéke, és ugye ennek fényében, meg annak fényében, hogy az előző évben mekkora, milyen szintű infláció volt világszinten, Érdemes megvizsgálni azt, hogy mit, hogy, hogy, hogy reagálnak a cégek, mert a cégek nem azt mondják, hogy jó, nagyobb az infláció, nehezebb embereket találni, nehezebb évünk van emiatt, drágább minden, tehát nem azt mondjuk, hogy változtatunk az üzletpolitikán, nem azt mondjuk, hogy kirúgunk embereket. És ugye ez jön még hozzá az az AI boom, amit most egyre több helyen látunk, tehát maga az ai az elterjedése, és a legtöbb esetben én ezt látom háttéroknak, de nyugodtan lehet ezzel nem egyetérteni. Én azt gondolom, hogy ez, ez lehet a mögött, hogy egyre több ilyen leépítés van, hiszen ezek a cégek a tőzsdén, illetve a profitabilitásban továbbra is hozzák az elvárt eredményeket, annak árán, hogy kirúgnak embereket. Na most ezt döntsétek el ti magatok, hogy ez mennyire követhető, követendő, helyes, etikus cégpolitika. Én személy szerint annyira nem szeretem ezt. És ö, nyilván lehet ezt úgy is felfogni, hogy jó, ők felkészülnek a válságra, megpróbálják addig slankítani ezeket a cégeket, vagy hát redukálni a, azokat az embereket, akik nem annyira produktívak, amíg lehet, amíg ö, ez teljesen hatékonyan nem teszi a céget. De közben meg azért mégiscsak valahol másról van szó, mert hogy most már azt láttuk, hogy például a Google egy Google leépítések mint egy ezer alkalmazottat érintenek, azért az nem egy kis mennyiség, így embermennyiség, hogyha belegondoltok. Még egy olyan nagy cégnél is, mint a Google. Most főként a YouTube-nál ritkítottak úgymond az alkalmazotti állományon. De velük együtt a Discord is 17%-os leépítést hajtott végre, a Twitch több mint 500 alkalmazottat épített le, Audible 5%-os leépítést hajtott végre, és ezek mind most januárban. Insta Instagram körülbelül 60 munkavállalót küldött el, Amazon Prime Video és az MGM Studios alkalmazottakat épített le, a Human 4%-os alkalmazott leépítésen esett túl, és a játékfejlesztő cégek közül is egy páron elkezdtek elküldeni embereket. Na most, hogyha belegondoltok, ezek között nyilván van olyan, ami magyarázható hasonló jelensége, mint amit itt éppen láttok. Ó, várjatok, a képet nem látjátok. Ez az én képemet. Már nem mint, hogy annyira fontos lenne. De hogy itt vagyok most már én is. Um, szóval, hogy ezek közül van, van, olyan, amit szerintem lehet magyarázni ilyen tőzsdei profit maximalizációs dologgal, meg van olyan, amit inkább AI jelenléti dologgal lehet magyarázni. Szia, kisnemes! Um, úgyhogy ez, ezeket érdemes mögé látni. Magát a cikket akartam még mutatni nektek egy pillanat, hogy az, Több ilyen cikk is van erről. Vannak olyanok, ahol így folyamatosan, hónapról hónapra követik azt, hogy éppen melyik hónapban ki, melyik cég hány embert rúg ki. Ezt szépen angolul Layoffsnak, tehát ez a elbocsájtásnak neveznek, de ez gyakorlatilag kirúgást jelent. Van ennek egy nagyon furcsa formája az amerikai gyakorlatban. Ez az, amikor nem rúgják ki az embert, hanem áthelyezik egy olyan pozícióba, ami a pincében van egy kis asztalnál az ajtóval szemben. És akkor nyilván az idő, illető egy idő után el fogja hagyni a céget saját magától, és akkor meg nem kerül annyi pénzbe. Na hát azért is hoztam az alázeníniak is, meg kezdésnek is tesz, ezt a zenét, meg ezt az egész hangulatot, mert azt gondoltam, hogy próbáljuk meg ezt egy kicsit együtt megítélni, hogy ez mennyire helyes, mennyire követendő. És akkor, amikor cégeket választunk munkahelyként, akkor ez alapján is választunk cégeket, hogy hát igen, hogyha mondjuk elmegyünk dolgozni egy nagyobb tech vállalathoz, akkor lehet, hogy ott csak egy profitabilitást jelentő szám leszünk a gépezetben, és lehet, hogy nem, nem fognak annyira értékelni, mint mondjuk egy kisebb startupnál. Ugyanakkor lehet, hogy kisebb startupnál meg annyira fognak számítani ránk, hogy lehet, hogyha nem tudom, egy fél órát nem dolgozunk, vagy elmegyünk egy hosszabb ebédszünetre, akkor ott ki fog maradni valami a cég életéből. Tehát, hogy ez ezeket is, illetve a startupok arról híresek leginkább, hogy sokat kell túlórázni. Szóval érdemes ezeket átgondolni akkor, amikor ö, állást váltok, pontosan pozíciót kerestek, vagy állást váltotok. Ö, ja, röviden ennyi a Tech Layoffs hír most így januárra, de érdekes látni azt is, hogy Habár tavaly, ugyanúgy a Google is és a Microsoft is elbocsájtott embereket, ezt idén is folytatják. Tehát most azt én nehéz arra fogni, hogy jaj, nehéz az év. igen. Meg amúgy is, nyilván a COVID óta is tudjuk, hogy akiknek nehéz az év, azoknak sem muszáj feltétlenül elbocsájtani alkalmazottat. Ez egy döntés eredménye. Na, ezután a kis negatív hangvétel után köves, következzenek az AI hírek. Egy pillanat. Szóval, na, hát az első AI-jal kapcsolatos hír a hétre, az arról szól, hogy ez egy, ez egy kutatásnak a összefoglaló cikke, egy összefoglaló cikk egy kutatásról pontosabban, ami arról szól, megnézem, hogy látszok-e rendesen, aha, jó, így, errefelek inkább. Szóval arról szól, hogy az internetnek a nagy része tele van AI által generált, generált slájmal, szeméttel, ami elég aggasztó a cikk írója, és egyébként szerintem is, mert hogy az interneten található mondatoknak több mint a fele már AI által van lefordítva. Ez, hogyha belegondoltok, egy elég nagy szám, és Igazából azt fejti ki a cikk, hogy ez miért probléma. Tehát itt ugye az több mint a fele, az 57,1%-ról van szó. De arról szól a cikk nagyrészt, hogy az azért is probléma, mert hogy ezeknek a fordításoknak a minősége sokszor elég gyenge, különösebben azokon a nyelveken, amit ritkábban használnak, vagy kevesebben használnak az emberek. Nehezíti az AI modellek... Aha... Szóval, hogy nehezíti az AI modellek hatékonyabb betanítását ezeken a nyelveken, illetve, hogy egyre több platformon találkozhatunk ezekkel a hát rosszul fordított, vagy AI által fordított tartalmakkal, mint például a Google keresésekben, vagy a Google Newsban. És szintén rontja az ilyen modellek, modelleknek a hatékonyságát azokon a nyelveken, amiket kevesebben használnak. És ezek közé egyébként a magyar is beletartozik, mert ugye az a kis 10 millió felhasználó, akik világszinten ezt a nyelvet használják, nem sokat vett a ladba. Ugyanakkor ugyanez a fajta fordított tartalom meg elárasztja az internetet, és hát nem teszi jól használhatóvá azokat az oldalakat, amiket amúgy használna az ember. Tehát ez most lehet, hogy kicsit furcsa hangzik, de maga, tehát, hogy ezek a large language modellek elsősorban összefoglalják, ezek nyelvi modellek, nyelvi prediktív modellek teljesen pontosan, arra szolgálnak, hogy van egy mondat, amit megtanultak, és ennek a mondatnak a végét meg tudja viszonylag nagy helyességgel jósolni, hogy hogy szokott befejeződni ez a mondat és emiatt tök jó használhatók egyébként fordításra is, tehát jobb például large language modellel, vagy gpt vel fordítani egy adott szöveget más nyelvre, mint Google fordítóval. De ugyanez azt is eredményezi, hogy maga a megfogalmazás az adott szövegeknek, az tipikusan ilyen AI-szerű lesz, és emiatt egyre sablonosabb lesz az egész internet, az a fajta diverzitás, amit az emberi nyelv adott, vagy adna, amúgy az kezd elveszni. Úgyhogy ez is egy érdekes hír, hogy, és ez problémát okoz akkor, hogyha ugye ugyanezen az adathalmazon próbáljuk a további AI modelleket betanítani, és hogy a további AI modellekben pedig eltérést okozhat az, hogyha olyan adaton tanítjuk be, amit már egy AI generált, tehát ilyen szintetikus adatokon. Úgyhogy emiatt például, amit most, amiket most trénelnek, vagy hát betanítanak modelleket, most ugye, tudjuk azt, azt lehet tudni pontosabban, hogy a Láma 3, a Facebook által csinált és ö, rendelkezésre bocsátott LLAMA, tehát ez a Láma 3, illetve a GPT 5 most van trénelés alatt, azt tudjuk róluk, hogy részben szintetikus adatokkal trénelik őket. Tehát már nem csak internetről gyűjtött, illetve vásárolt adathalmazból trénenek, már ezt is elmondták, hogy azért lehessen tudni, hogy miről, mivel trénelik be a modelleket. És a szintetikus adat is azért vált fontossá, mert ezek letisztított adatok. Tehát ezek, ezek, olyan adatok, amikről lehet tudni, hogy emberi származás, tehát emberektől származik, viszont, és nem AI generált tartalom, viszont validálva is van, hogy a helyes, tehát a helyesség szempontból Nézzem, hogy mit írtatok. Szia, új vagyok még itt, stream visszanézhető valamilyen platformon? Igen, a YouTube csatornán, a teszteljük le, a YouTube csatornán lesz majd fönt a tartalom. Üdvözöllek közöttünk. Jó. Na, aztán képzeljétek el. Ja, igen, most jó, hogy hallottam a hangot. Köszönöm szépen a feliratkozást. November 0717. Rosen 9. Sianos. Knusper Hunter, Orlang, Atomantinak, Snookers Hunak, Speedy Boynak, Dantel 97-nek, és szerintem a többiek már voltak legutóbb. Igen. Szia, november! Üdvözöllek téged is. Na, és hát képzétek el a következő hír, egy olyan hír, ami szintén egy hibával kapcsolatos, ai kapcsolatos, hibával kapcsolatos, azzal kapcsolatos, <laughs> mert hogy a DPD-nek, az angol DPD-nek az oldalát egy teljesen hétköznapi felhasználó mondjuk úgy, hogy feltörte, vagy hát eltérítette. Ez a cikk, ez a Times, Time magazinnak a cikkje, mutatja be ezt a történetet. Volt egy, tehát X-en osztotta meg ezt a posztot. Várjál, pillanat. Most nem. Csak, szüti szóval, süti elfogadás, ez mindig a, itt vannak a screenshotok. Ez az Ashley Buchamp nem tudom, hogy mondja a nevét, osztotta meg, hogy próbált csomagot rendelni a DPD-től, és hát a frusztrációja az abból eredt, hogy ugye a, az angol DPD-nek az oldalán már nincsen ö, valós emberi chat, hanem egy ChatGPT GPT által rendelkezésre bocsájtott AI ügyfélszolgálati chatbot. Pontosabban egy ilyen large Language model chatbot van. Egy pillanat. Csak nézem a csetet. Igen, én is így látom, hogy nem voltak a héten Kali Session streamek, úgyhogy most váltunk is akkor Kali Session zenékre. Ha már itt tartunk, hogy legalább, legalább így legyen. Na, mit szóltak így. Na, egyre jobb azért. Ugye? Szóval, DPD. Um, Hát szóval a DPD-nél van egy ilyen, vagy hát volt egy ilyen chatbot, Szia Imi. és képzeljétek el, hogy ez a fickó rávette a chatbotot, azt elkezdett vele beszélgetni, az történt. És akkor az, ez egy zongori, zongorista, illetve karmester, ez az Ashley Bushan, és várt egy csomagot. És azt kezdte el kérdezgetni, hogy na jó, oké, nem, mondta neki a chatbot, hogyha nem tudok tovább segíteni, azt mondta, hogy akkor kérek egy, egy emberi ügyfélszolgálatos mondta, hogy ezt nem tudja, nem tudja, adni, nem tud adni ilyet, és erre mondta, hogy ez teljesen haszontalan. És hát a, elkezdtek viccelődni, de nézzétek meg, várjatok ezt itt kirakom, és hát ha nem tudom, mennyire látható. itt van, itt írja, hogy szeretnék beszélni valak valakivel, I'm sorry, I do not have access to the number for a customer service, can I és maga, ő maga a customer service, tehát hogy azért ez is egy izé. A lényeg az, hogy az odaig folyik ez a, ó, nem ezt akartam, hol lehet ebből kilépni, odaig fajult, hogy elkezdett káromkodni, elkezdte szídni a DPD-t, Raven DPD is the worst delivery firm in the world, és ez maga a DPD-nek a csetje, tehát hogy ez marketing szempontból eléggé, hát kétséges. Bár mondjuk hírverést hozott nekik, az biztos, viszont nem pozitívat, úgyhogy ebből azért egy, lesz egy kanyar, amire kijönnek szerintem. DPD is a useless chatbot that can't help you. Szóval azért, um, akkor amikor azt mondják, és azt javasolják, hogy productionben ne építsük be a chatgpt t akkor pont hasonló esetekre gondolnak az emberek, a szakemberek. Azt mondja, ennyire élethűek már a chatbotok, nem látok ebben semmi problémát. Igen, csak őszinte volt. Szóval, igen, Öm, akkor, amikor ilyet csinál valaki, és akkor, amikor azt mondják, hogy nálunk a chat az AI-jal támogatott, Nekem kivétel nélkül ezek az esetek jutnak eszembe. Mert hogy ugye volt, arról is beszéltünk korábban, volt egy hasonló eset, a, az pedig a, azt hiszem az Amerikai Pszichológiai Társaságnak az oldalán, ott is van egy ilyen chat lehetőség, és ott is beépítették a chatbotot, ami elég negatív életviteli tanácsokkal látta el az adott embereket, ami meg nem volt hasznos. Tehát, hogy ezeket sokszor érdemes, és akkor lehet, tehát lehetne amúgy ezeket orvosolni, mert ezek, ezek csak simán bagok, mondjuk úgy. Tehát ezeket fine tuning lehetne orvosolni. Csak ebben nem fektetnek energiát, mert azért viszonylag könnyű egy apit csak integrálni, és akkor utána azt mondjuk, hogy használható. Imola azt írja, azonosult az ügyfél problémájával és érzéseivel. CC-sek elsődleges szkény. Jó, a történet egyébként úgy végződött, hogy nyilván ez a, tehát megosztotta ez az Ashley ezt a, ezeket a screenshotokat. Aztán a Time megkérdezte, maga a cikk, amit itt mutatok, itt a Time megkérdezte egyébként a DPD-t, a DPD szóvivője pedig egy e-mailben válaszolt nekik, hogy az emberi ügyfélszolgálat mellett évek óta működtetünk egy AI elemet a chatben sikeresen. Hiba történt. Csitörtökön január 18-án egy rendszer frissítés után az AI elem azonnal letiltásra került, és jelenleg frissítés alatt Mennyire? Tehát annyira ezeket olyan szépen lehetne őszintén kezelni. Annyit kéne írni, hogy igen, beépítettük a chatgpt nek az apját, nem foglalkoztunk vele sokat, sajnáljuk, elrontottuk, kiavítjuk. A helyett pedig valamilyen bullshit szöveget kirak. Nyilván tudom, tudom, de hogy megint az őszintességnek egy olyan szintjét azért meg lehetne ugrani, amit szerintem az emberek egy ilyen esetben megkövetelnének, vagy megérdemelnének, talán az a jobb kifejezés. Na jó, úgyhogy ez is egy izgalmas hiba volt, ami most így januárban történt. Ha valahol láttok egy ilyen chatbotot, érdemes ezeket letesztelgetni, mert lehet szerintem vele, lehet szerintem hasonló oldalakon még hasonló vicces dolgokat elő, Előhozni belőle. Aztán. Mik voltak még? Na nézzük. Ha, volt ez. Ja, igen. Google Chrome. Na hát képzeljétek el, már is, már is, már is el is tudjátok képzelni. Szóval, a Google Chrome. Az hamarosan AI Powered lesz, ami gyakorlatilag szintén Large Language Model beépítését jelenti. És hát a Google azt tervezi, hogy egy új kísérleti funkcióként bevezet egy ilyen AI, bevezet egy ilyen Large Language Model segítséget. Ez egy ilyen írási segéd lesz, ami majd segíti a felhasználókat abban, hogy maga biztosabban írjanak a webben, ahogy ők fogalmaznak. Hát ez inkább, tudjátok, ez inkább ilyen segítség, hogy hogyan fogalmazzam meg ezt szépen, vagy írd már ezt le nekem angolul. És ugye visszakanyarodva arra hírre, hogy az interneten most már több mint 57%-nyi AI által generált tartalom van, vagy egy fordítás, nem biztos, hogy ez egy jó ötlet. Mert hogy onnantól hogy fogjuk tudni megkülönböztetni, hogy mi az, ami, mi az, amit ember írt. Honnan tudom, hogy ezt egy ember írta, és nem egy AI? Egy elég valós kérdés lesz ezentúl talán. Főleg, mert ugye a Chrome az elég nagy effortokat csinál abba az irányba, hogy ő átvegye, hogy ők legyenek a piacvezető böngésző. Most a Firefox is egyre kevésbé lesz támogatott, illetve egyre kevésbé kapnak pénzt, a Firefox alapítványra kevesebb pénzt kap, és emiatt egyre nehezebb helyzetbe fog kerülni maga a Firefox, Firefox vagy hát azt hiszem, Mozilla alapítvány csinálja, nem emlékszem pontosan, hogy hogy van. De hogy maga a böngészők azok itt, vagy a választék, az egyre szűkebb lesz, és a chrome a térnyerése az egyre láthatóbb, hogy, hogy ő mennyire próbálkozik piacnyerőnek lenni, piacvezetőnek lenni ezen a téren. Na aztán, amikor a piacvezető böngészőbe egy ilyen dolog belekerül, nem tudom, én nem vagyok nagyon pozitív a hír miatt. Minden esetre meg kell látni majd azt, meg kell majd néznünk azt, hogy hogyan fogják ezt a felhasználók fogadni, meg használni. Te ugye ennek is lesz itt valószínűleg ilyen jailbreaking megoldása, lesznek olyanok, akik ezzel valószínűleg vissza akarnak élni és szerintem elsődlegesen ezzel lesz a legnagyobb probléma, hanem azzal, hogy milyen hasznai vannak. Aztán ugyanúgy a Google most úgy döntött, hogy ők beszállnak az internetbe végül, és nem is csak az internetbe, hanem abban a részébe, amit AI generál, mert hogy, áh, csak kinyomom az összes ilyen hirdetést előtte, mert hogy ők fejlesztettek egy saját TPU-t, ahogy ők nevezik. Ha nem ismerős nektek a TPU kifejezés, nekem se volt, ez a saját maguk által használt Tensor Processing Unit, ami egy saját, speciális saját tervezésű hardware egység, amit a Google fejlesztett ki. Ez a TPU, ez az AI, mest, tehát hogy egy mesterséges intelligenciák uh, hatékony futtatására és nagy teljesítményű számítások végrehajtására szolgál. Végülis, tehát erre van optimalizálva, ez egy um, uh, yeah. olyan tehát CPU, csak nem C, hanem P, T, na. <laughs> és a, a T az pedig a tenzort jelenti. Uh, nem szeretném, hogy a Techradar értesítéseket küldjön. Ez a 2024-es böngészési élmény olyan, hogy mire az ember elkezd heti olvasni a cikket, addigra legalább 10 helyen kell körbe kattintani és letiltani mindent, és utána kezdhetsz el elolvasni egy kétperces cikket. A lényeg az ennek a ciknek, hogy egy elég erős versenytársa lesz. Ugye ez van, ez a H-100-as Nvidia chip, nem tudom, hogy erről hallottatok-e, hogyha nem, akkor érdemes utána nézni. Ez jelenleg, vagy hát eddig ez volt a legmodernebb chip, amivel AI modelleket be lehetett tanítani, vagy hát trénel. ezek a tréneléshez jók ezek a chipek, vagy hát videókártyák, mondjuk így röviden, és hát most már van ennek egy konkurenciája, ezt pedig a Google fejleszti, és ezt a Google által fejlesztett ezt a chippet, TPU V5-ös csippet a saját számítóképükbe használják, érthetően, és akkor ezzel csinálnak, illetve ezzel trénelnek a saját maguk által fejlesztett modelleket. Viszont most már lehet kapni is a csippet, erről szól maga a cikk, hogy van, hogy jobb, mint az nvidia és hogy lehet kapni. Én ennek örülök, mert nem tesz semmiképpen jót általában az IT-ban a versenynek, hogyha egy adott cég uralja az adott piacot, és minél többen lennének a piacon az AI chip vagy AI ö, trénelést segítő videókártyák piacán, annál jobban le tudnák nyomni az árakat, annál nagyobb lehetne a verseny. Nyilván addig, amíg csak az Nvidia volt, addig eléggé könnyű dolgok volt, most azért már talán egyen nehezebb lesz. Aztán van még egy olyan, amit találtam nektek, ami nem annyira hír, hanem inkább egy ilyen információ, és ide kapcsolódik, és elvezet minket majd az utolsó témánkhoz. Ez kicsit egy ilyen link ez egy GitHub repo, LLM OpStack az a neve, ha még nem hallottatok róla, akkor keressetek rá a github illetve majd a videó leírásában is megtaláljátok a linket. Ez röviden ez a GitHub repo arra próbál egy kísérletet tenni, hogy elmagyarázza nekünk földi halandóknak, hogy általában a Large Language Model alapú applikációk hogyan épülnek föl, melyik pontokon hogyan integrálódnak a Large Language Modellel, milyen szolgáltatások vannak, amivel integrálódhatnak, és ennek milyen technikai hátterük van, teljesen részletesen. Úgyhogy én ajánlom mindenkinek, aki valamilyen szinten elelem közelben van, vagy szeretne lenni, elég sok link van, ugye apik, libraryk, adat összegyűjtők, és akkor itt van maga a teljesen általános architektúra, hogy ez általánosan, egyben, egyen nagyobban, jobban látszik, hogy teljesen, hogy teljesen általánosan, általában hogy szokott kinézni ezeknek a működése, melyik rész mit csinál. Jó, úgyhogy aki esetleg a témába szeretne elmélyedni, annak nagyon ajánlom ezt a GitHub repozitorit. Nézzétek át, mondom, sok link van benne, és nekem nagyon tetszett, pont azért, mert legalább végre valaki fogta magát, vett egy kis időt magához, és leírta ezeket. Gyakorlatilag 2000, 657 Large Language Model applikációt írt össze, ha jól ö, láttam. Tehát, hogy elég sok minden van benne. Próbáltam róla egy fordítást csinálni, amiben a ChatGPT úgy fordította a, a data pipes, tehát ezeket a data pipelines-t, hogy adatpipák. Ez nagyon tetszett, ezt gondoltam még elmesélni. Úgyhogy majd a linket megtaláljátok a videóban. Ö, ez is egy érdekes dolog volt. És ha már ott tartunk, hogy hány is milyen sok applikációt építenek AI-ra, akkor utolsó, az utolsó hírünk a mai napra az az AI bubble-ről szól, illetve fog szólni. Találtam egy nagyon érdekes cikket arról, hogy mi is az az AI bubble. Ugye a bubble vagy hát ilyen lufinak azt nevezzük, amikor valami a piacon pénzügyileg úgy fel van fújva, hogy nem a saját értékét képviseli, hanem hype van. És hát jelenleg lehet látni, egyértelmű jelei vannak annak, hogy minden, ami AI, az hype van. És ez a cikk részletesen, elég didaktikusan levezeti, és végig megy pontokba szedve, Példákon keresztül, hogy hogy működik ez a Luffy, hogy működik az AI Luffy, kezdve onnan, hogy maga a kifejezés az honnan jön. Egy pillanat. Tehát kezdve ott, hogy maga az AI kifejezés az nem AI technológiát takar a legtöbb esetben, hanem valami teljesen más, látom a Large Language modellt. Ami, mint mondtam, ugye nem feltétlenül, nyilván prediktív, és abból a szempontból intelligenciához hasonlít, vagy azt mimikálja, de nem gondolkodik önállóan, nem csinál olyan dolgokat, mint amit mondjuk egy klasszikus AI-tól elvárhatna az ember. Tehát ez a legnagyobb egyik kezdeti különbség. Aztán folytatja, és ezekre mind van példát, minden megállapításra hoz egy példát. Azért tetszik ez, ez a cikk nagyon. Még talán egy kicsit jobban bele nagyítok. Hol honnan kezdjük ezt? Ja, igen. Tehát, hogy arról arról beszél, hogy egyrészt, hogy a jövedelmezősége mennyire kérdéses ezeknek a, az AI projekteknek, ahova be integrálták ezeket a large language modelleket, mert hogy maga az integrált large language modell általában nem az adott kis cégnél van hoztolva, és mi történik akkor, hogyha ezek a költségek hirtelen, hirtelen megváltoznak, mert azt mondja a Microsoft, hogy holnap, holnaptól kezdve akkor egy token nem ennyibe kerül, hanem tízszer ennyibe. Nyilván nem a Microsoft, hanem az OpenAI fogja ezt mondani, de hogy magát a modellt, azt lehet tudni, hogy a Microsoft által támogatott hardvereken futtatják. És emiatt a Microsoft azt mondhatja, hogy hát gyerekek holnaptól az én részvényeim kevesebbet érnek, amint azt láttuk, amikor volt a, az OpenAI-nál ez a vezetőváltás, akkor is azon ment a para, hogy hát, hogyha ez így marad, akkor hétfőn esni fognak a Microsoft részvények, úgyhogy ez így nem maradhat, és azért kellett megoldást találni. Úgyhogy ez az egyik legnagyobb kockázata annak a, ennek a lufinak, hogy nem házon belül hoztolja mindenki a, a, többség az AI modelleket, nem a saját hardvereiken, hanem valahol valakinél valamelyik felhőben, amit nem lehet tudni, hogy hosszú távon milyen költségeket fog jelenteni, nem lehet tudni azt se, hogy ennek a jövedelmezősége hogy fog alakulni, hogy egy nagyobb projektet elindítunk AI alapon, és annak milyen futási költségei lesznek, hogy ez magas lesz, hogy ez alacsony lesz. És Különböző példákon keresztül, példákon megy keresztül a cikk, ahol bemutatja az egyes projektek kockázattűrő képességét, alacsony értékű mesterséges intelligencia, vagy large language model alkalmazásokat, és magas értékű, potenciálisan nyerességet generáló alkalmazásokat, akik, amik ilyen kockázat, tehát ezeknek az, az egyes Kockázat intoleranciáját vizsgálja pénzügyi szempont. Tehát ez egy kicsit ilyen pénzügyi cikk, de hogy nyilván akkor, amikor lufiról beszélünk, ami eléggé pénzügyi téma, oh, nem. Muszáj ezt a, ezt a dolgot is megemlíteni. És hát gyakorlatilag az a konklúziója a cikknek, amit javaslok olvasásra, nyilván ezekkel a kiegészítő hivatkozott cikkekkel hogy maga ezek a jövője ezeknek az AI alkalmazásoknak eléggé bizonytalanná válik azáltal, hogy például kimerülhetnek a befektetői támogatások, vagy például a Big Tech kihátrál az egész AI hoztolása alól, és egyszer csak az AI Luffy potenciálisan kipukkadhat, vagy hát összeomlik, és ez mind elég nagy problémát jelenthet egy olyan rendszerben, ahol mindez csak úgy van integrálva, mint a DPD-nél egy, egy chatbotban. Tehát, hogy DPD esetében eltűnik egyszer csak a chatbot, nem csak baromságokat mond, hanem elérhetetlen. És akkor ez egy napi üzletben, ahol mondjuk például ez a chatbot csinálja nem csak az ügyfelekkel való beszélgetést, hanem adott esetben ő organizálja a háttérben a csomagkövetést is. Elég nagy problémákat jelenthet, vagy okozhat. Úgyhogy erről szól az AI bubble, illetve ez a cikk, érdemes erre felkészülni, és erre vannak megoldások. Az egyik megoldás például az, hogyha lokálisan tartott AI modellekkel dolgozunk, amire van ő, törekvés is egyre több, vannak olyan megoldások, ahol lokálisan már saját kis gamer pc nken tud, tudunk futtatni viszonylag nagy modelleket, például a Mixtral, ami egy open source modell. A következő hetekben szeretnék erről streamelni majd, egy erről erre példákat mutatni, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, ezzel, hogyan lehet itthon, otthon kísérletezni. És hát remélem, hogy ezzel fogok segíteni azoknak, akik ha velem hasonlóan, vagy hozzám hasonlóan ö, érdeklődnek a téma iránt, illetve szeretnének többet megtudni róla. Közben nézem a csetet. Lekramb, köszönöm szépen a követést. Ilyen most egy Luffy. Én azt gondolom, hogy igen. Illetve a cikk írója is azt gondolja, hogy igen, és elég jó példákat mond róla, hogy miért gondolja ezt. Röviden nagyjából egyébként ennyi volt mára, nem tudom mit gondoltok ezekről, ezekről a hírekről, ezt a két blokkot gondoltam ma így kicsit röviden átbeszélni, aztán jövő héten majd hozok megint híreket, gondoltam, hogy akkor hetente megpróbálom ezt hetente csinálni, nem ígérek semmit, de megpróbálok jövő héten megint hozni egy pár hírt, és akkor hát, hogy tudjuk beszélgetni őket, Nekem nagyon tetszenek ezek a hírek, bár nem mindegyik pozitív, illetve hogy azért eléggé, hát hogy is mondjam, lehangoló tud lenni, ha például ezekre a cég leépítésekre gondoltok, vagy arra gondoltok, hogy akár lehet ebben elég sok igazság is ebben a, az AI lufiban. Nem azt mondom, hogy feltétlenül ez fogja okozni a következő válságot, mert azt látjuk, hogy nem csak az AI, hanem minden egy kicsit túlértékelt jelenleg. Ugye ez, ez volt abban is benne, hogy tehát a leépítéseket azért kell csinálni, mert nincs annyi érték mögötte. Tehát ott is egy ilyen érték validálás, érték visszaállítás történik ezeknél a nagy cégeknél. Nyilván ezt lehetne úgy is csinálni, hogy a termelést visszafogjuk, csak hát ahhoz be kellene látni, hogy nem kell folyamatosan, most ez kicsit gazdasági téma, de hogy nem kell folyamatosan egy növekedési gazdaságban élni, hanem teljesen oké, és ha recesszió van, teljesen oké, és ha van egy nullás évünk. De nyilván ezek oda, oda vezetnek, mint ami a COVID. amit a Covid felhozott, hogy miért ne lenne oké, és miért ne lehetne jó az, ha van egy olyan éve egy cégnek, ahol nincs profit, ahol csak van a cég, ott van a piacon, és megtartja az embereket, és készen áll arra, hogy utána megint beinduljon a piac. Na, hát köszönöm szépen nektek, hogy ma is itt voltatok. Jövő héten folytatjuk, még nem tudom, hogy melyik napokon, én remélem, hogy kedd és csütörtök, de meglátjuk. Nem, kedd és szerda, de meglátjuk. Öm. És valószínűleg lesznek hírek, meg lehet, hogy megpróbálok akkor egy ilyen AI installációs dolgot hozni. Illetve még van más ötletem is, mert van egy játékról is téma, majd meglátjuk. Nem tudom még, hogy pontosan melyiket tudom előkészíteni. Vigyázzatok magatokra, jó hétvégét mindenkinek, és köszönöm, hogy ma is itt voltatok.